Korábban már láthatátok nálam ezt a kis cirkálót, és nem voltam róla rossz véleménnyel. Mert egész jól működik, habár az a 25 km/h sebességkor lehet, nem volt éppen ingyemre. Ezért úgy voltam vele, hogy szétkaptam, és belemásztam a vezérlő elektronikájába, hogy kiiktassam ezt a dolgot. De van olyan, amikor az embernek nem pont úgy sikerülnek a dolgok, ahogy ezt eltervezte. Bárcsak azt mondhatnám, hogy sikerült kiiktatnom belőle ezt a kis korlátozást, és gyönyörűen megy a roller, és úgy hasítok vele az úton, hogy csak na. Ez nem így van. A másik dolog, amivel kendőzhetném az igazságot, hogy sikerült megcsinálnom ezt a rollert, kiiktattam belőle a 25 km/h korlátozást, mentem vele úgy, hogy a szél majd levitte a hajamat, de a nagy terhelés miatt tönkre ment, ezért megadta magát a vezérlője. Sajnos az igazság ennél sokkal egyszerűbb, és hát kevésbé dicsőséges. Amikor ezt a rollert bemutattam, és szétbontottam, hogy megnézzük, hogy mi van benne, szétszedtem a vezérlőjét is. Amikor ezt a vezérlőt próbáltam összeszerelni, akkor a vezérlő fémházába, amikor helyeztem bele a nyomtatott áramköri lapot, hát úgy esett, hogy az aljához hozzáértek a forszemek. És az elejére helyezett 1000 mikros kondi a maga 31 néhány vagy 40 voltos feszültségét, hát egy szikrantás kísérletében kisütötte valahova az áramkör egy másik pontjára, ahova ennek nem feltétlenül kellett volna megtörténnie. Ez azzal járt, hogy miután összeraktam, próbáltam megindulni a motorral, de a kerék csak egy bizonyos, egy 15 fokos szöget mondjuk elfordult, de nem indult meg. Ha megpörgettem, talán még történt is valami, de nem nagyon foglalkoztam vele, mivel ez így nem jó. Ez vélhetőleg azért van, mivel az egyik kimenő tranzisztor, tehát ami van, ami kapcsolgatja a tekercsekre jutó áramot, hát az megadta magát. Szétettem, belenéztem, nos, a fő FET az nem, de az azt a FET-et kapcsolgató másik tranzisztorok, azok bizony elfüstöltek. Kicseréltem őket, vagyis megpróbáltam, dobtam rá hát olyat, amit találtam, hasonló karakterisztikájú, de működőképeset. Miután megmókoltam, megindult vele a motor, de túl sokáig nem ment, és kisült egy másik tranzisztor benne. Ezen kívül elszállt az 5 voltos ág is, illetve az 5 voltos ágon a stabilizátor IC. Ezért hát osztottam, szoroztam, és arra jutottam, hogy így is sok időt töltem vele, és még miután megjavítom, ki kéne belőle iktatnom a 25 km/h sebességkorlátozást, úgyhogy nem éri meg vele foglalkozni. Túl sok időt emészt fel, és tulajdonképpen 31-2 dollárért lehet kapni AliExpressről egy ebbe való vezérlőt, ami nem hibás, és nincsen benne 25-ös korlát. Ezért úgy esett, hogy megrendeltem, és már meg is érkezett, tehát bele kell építeni az új vezérlőt, hogy ismét működőképes legyen ez a kis rotyogó. A vezérlő kiválasztása egyáltalán nem olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolná az ember. Mivel biztosra akartam menni, inkább olyan vezérlőt választottam, mivel árban ez is megfelelő volt, ami nem csak a motorvezérlő, de maga a beavatkozó rész és a kijelző, tehát a gázkar és a sebességmérő is tartozéka a dolognak. Így ez a kettő legalább biztosan fog együtt működni, és nem kell azzal szórakoznom, hogy ezt valamilyen módon összefaragjam. Ez azt jelenti, hogy ez a kis kütyű, ami fent a kormányon helyezkedett el a régi vezérlőhöz, egy ugyanilyen van az újhoz is. Igaz, hogy azt mondtam, hogy nekem ez a kétújas karos megoldás ez annyira nem tetszik, inkább a hüvelykújjas a jó, viszont hát az ár miatt ezt választottam, ez került annyiba, hogy úgy éreztem, hogy érdemes megvenni, és még mindig lehet, hogy nem fog jobban működni, vagy nem lesz gyorsabb, és akkor ezt valószínűleg nem is én fogom vezetni, ezért nem éreztem szükségét annak, hogy már megvegyem hozzá azt a hüvelykújjas gázkaros dolgot, inkább egy ugyanolyat, mint ami volt, a lényeg, hogy működjön. A motorvezérlő kiválasztásánál néhány paramétert azért szem előtt kell tartani. Ilyen például az akupak feszültsége. Ez itt egy 36 voltos modell, ezért ilyet kell hozzá választani. Ha eltérőt választunk, akkor jó esetben nem történik semmi, annyira semmi, hogy nem fog megindulni a jármű, ha pedig a rossz eset következik be, akkor vagy a motorvezérlő megy tönkre, vagy a motor. Jó, szomszédom meg lettelik a falat, de van ez így. Szóval vagy a motorvezérlő megy tönkre, vagy a motor.
Ezt el kéne kerülni, úgyhogy érdemes figyelni arra, hogy milyen feszültségűt választunk. Egy másik dolog, hogy ugyanilyen motorvezérlőket használnak robogókban is, rollerekben is, és kerékpárokon is. Az eltérés az, hogy a kerékpárokon nincsen gázkar. Azoknál egy pedálforgás vagy pedál elfordulás érzékelő szenzor van, ami úgy működik, hogy ha tekerjük a biciklit, akkor annak a tekerésnek a függvényében ő egy bizonyos nyomatékkal rásegít a motorra. Tehát nincs egy gázkarunk, amit meg tudunk húzni, mint ennél a roller esetében. Ez azért fontos, mivel hogyha csak egy ilyen úgynevezett PAS bemenetünk van a motorvezérlőn, akkor hiába van nekünk gázkarunk, nem fogunk tudni megindulni vele. Ugyanez a helyzet fordított esetben is, ha bár gázkart lehet szerelni a biciklire is, úgyhogy fordított esetben működik. Itt viszont nem. Nekünk az kell, amin vagy van mind a kettő, vagy csak az úgynevezett throttle, vagyis gázkaros megoldás van. Ilyet választottam én is, illetve nekem olyan van, amelyikben mind a kettő benne van, tehát lehetne használni kerékpárhoz is, pedálszenzorral, és lehet használni gázkaros megoldással is. Még egy fontos dolog, a fékrendszer. Oké, hogy van egy fékrendszer a motoron, de azért szeretnénk, hogyha ez nem csak egy bovlenen keresztül működne, és mechanikus fék lenne rajta, hanem mondjuk, amikor fékezünk, akkor le is állítaná a motort, hogy ne dolgozzon a kettő egymás ellen. Ezért szükséges egy bemenet a motorvezérlőbe, ami kezeli a féket. Remélem szép sima lesz az a fa. Szóval fontos még a fékrendszer. Lehet high vagy low brake-es típus. A kettő között az a különbség, hogy még a low brake esetén két vezetékünk van, és ezt a két vezetéket kell zárni, ekkor érzékeli úgy a motorvezérlő, hogy a féket behúztuk, addig a high brake esetében egy vezeték van, és ezt a vezetéket kell a 36 voltra vagy hát valamilyen magas feszültségre kötni, amilyen a motor üzemel. Igazából nem nagy probléma átszerelni egyiket a másikra, de ha már egyik bele van építve a motorunkba és van hozzá csatlakozó, akkor érdemes olyat választani. Annyit már megtettem, hogy kiszereltem belőle a régi vezérlőt, mivel ugye ezt javítgattam, és kényelmesebb volt úgy, hogy ki van belőle szedve. És még azt is megtettem, hogy a legtöbb kábelre azért ráírtam, hogy mégis micsoda, mert a legtöbb az egy fekete külsővel rendelkező, hát valamilyen színes vezeték, úgyhogy annyira nem lehet tudni, hogy mégis mi az, ami mire való. De így, hogy fel van kicsit címkézve, így már valamivel könnyebb lesz. Ahhoz, hogy be lehessen szerelni az új vezérlőt, érdemes a vezérlőt, mikor megvettük, vagy sőt, akár még mielőtt megvettük, ha vannak róla képek, egy kicsit szemügyre vételezni. Méghozzá azért, hogy megvannak-e rajta azok a vezetékek, amik számunkra kellenek. A legfontosabb az a három vastag vezeték, ami többnyire kék, sárga és zöld színű szokott lenni. Persze, hogyha nagyon kínai a vezérlő, akkor éppenséggel eltérő színű is lehet, de ezek szoktak lenni általában. Ez a három az, amely rákapcsolódik a motor tekercseire. Vagyis ezen fog a nagy áram folyni, ez forgatja a motort. Ha megnézzük a motor csatlakozói között, találnunk kell egy színben egyező és véletőleg csatlakozóban is egyező, vagy hát az ellentétes része a vezetéknek. Ezt borzasztó egyszerűen színt a színhez össze kell dugnunk a sárgát a sárgával, a kéket a kékkel, és a zöldet a zölddel. Ha ezt összeszereltük, és elindítottuk a motort, már hogyha az egész kész is elindítottuk a motort, és a motor nem indul meg, tehát nem fordul meg, csupán helyben mozog, vagy egyáltalán nem mozog sem erre, az azt jelenti, hogy ezeket vélhetőleg rosszul dugtuk össze. Még ha a szín meg is egyezik, lehet, hogy valamelyiket nem úgy színezték, ahogy kellett volna. Ezek tulajdonképpen egymás után vannak elhelyezkedve a tekercsek a motorban, hogyha nagy vonalakban akarjuk elképzelni. Vagyis úgy fordul meg a motor, hogyha megkapja mondjuk a kék először az áramot, odáig fordul a forgó rész, aztán megkapja a sárgából egyel tovább fordul, majd megkapja a kékbe, még egyel tovább fordul, és kezdődik előről. Ha ezt nem ilyen sorrendben kapja meg, akkor nem tud körbefordulni a motor, hanem elfordul oda, aztán vissza, oda-vissza, oda-vissza, és ezért rázkódik helyben, nem tud megindulni. Ezeket nyugodtan cserélgethetjük, mivel csak annyi történik, hogyha fel vannak cserélve, hogy nem indul meg a motor. Vagyis addig kell cserélgetni, addig kell variálni a színeket, ameddig meg nem fordul a motorunk. Ha működik, akkor jó. De ha jól megy minden, akkor szint a színnel, és működni fog. A másik fontos dolog, amely nem feltétlenül van minden motorban, de azért az esetek javarészében szokott lenni, az a hall szenzor csatlakozója. Ez egy ilyen 6 tüskés csatlakozó, amelyben vagy 5 vagy 6 vezeték van. Esetemben a kontrollerben 6 vezeték van, még a motorból 5 vezeték jön. Ez azért van, mivel itt van benne egy plusz fehér vezeték. Ez egy hőmérséklet érzékelő,
amely a motorban vagy van, vagy nincs. Jelen esetben az enyémben nincs, ezért azt a vezetéket nem használom. Nem jelent problémát, hogyha valamelyikben van, valamelyikben nincs, tehát hogyha mondjuk a kontrollerben van és a motorban nincs, vagy fordítva, egyszerűen kihagyjuk a dologból, és ennyi az egész. Ezt a csatlakozót gyakorlatilag simán össze tudjuk dugni, mert nem sok problémát okozhat a dolog, de azért figyelemmel kell lenni arra, hogy a szín itt is a színnel legyen, tehát a sárga a sárgával, a zöld a zölddel, a kék pedig a kékkel, illetve a másik oldalon a fekete, a piros, és ha van, akkor a fehér megegyezzen a két oldalán. Ha ezek után elindítjuk a motort, és a motor nagyon búg, vagy nem egyenletesen jár, vagy valami hasonló dolgot produkál, akkor vélhetőleg ezek vannak rosszul bekötve. Mivel akárcsak elő a korábban a motornak a vezetékeivel, ezeknél is a három szín fel lehet cserélve. A motor tulajdonképpen úgy működik, hogy vannak benne ezek a hall szenzorok, ami ugyebár a mágneses teret érzékeli. Ha a motorunk például ilyen pozícióban áll, akkor a hall szenzor érzékeli, hogy itt van, és ez alapján tudja a motorvezérlő, hogy melyik legyen a következő tekercs, amelynek áramot ad. Ha sorban megy, akkor ugye egyel adébb ugrik, még egyel adébb, és így szépen körbeforog. Ha fel vannak cserélve ezek a vezetékek, akkor így áll a motor, de valójában a motorvezérlő azt érzékeli, hogy el van fordulva. Ezért nem tudja, hogy melyik legyen a következő, amelyikre adni fogja majd a delejt, így nem fog tudni körbefordulni. Vagy legalábbis nem megfelelően, lehet, hogy túl tud lendülni rajta, de ezeket mindenféleképpen fel kell cserélni akkor, hogyha egyenletlenül jár, vagy hangosan dolgozik a motor. Akárcsak az előző vezetékeket, ezeket is nyugodtan cserélgethetjük, komoly problémát nem tudunk vele okozni, csupán annyi történik, hogy vagy helyre jön a motornak a búgása, vagy egyáltalán nem indul meg. De tönkretenni nem tudjuk vele. Kivéve, hogyha a piros és a fekete vezetéket cseréljük fel, vagy egymással, vagy a színekkel. Tehát azokkal ne szórakozzunk, de a zöld, a sárga és a kék vezetéket azt nyugodtan váltogathatjuk. A motor vezérlők többsége tudja működtetni a motort a hall szenzorok nélkül is. Tehát ha ez a csatlakozó szét van húzva, csupán ez a három van összekötve, akkor is tudja, hogy milyen sorrendben kell kapcsolgatnia és milyen sebességgel ezeket a vezetékeket ahhoz, hogy forogjon a motor. Nem olyan teljesítménnyel és nem olyan hatásfokkal fog működni a motor, mint különben, tehát a hall szenzorokkal mindenféleképpen jobban működik, de működhet enélkül is. Tehát ha például, mint az említett módon búg a motor, vagy nem egyenletesen jár, akkor ezt a hall szenzor csatlakozót egyszerűen szét lehet húzni, és ki lehet próbálni, mert a motor akkor is elméletileg működni fog. És hogyha úgy forog, és nem búg, akkor több mint valószínű, hogy ez a három vezeték van felcserélve. Vagy valamelyik tüske nem érintkezik rendesen a csatlakozón belül, mert ez is előfordulhat. Ezzel össze is kötöttük a motort a motorvezérlővel. A többi vezeték viszont egyáltalán nem standard színű. Ha nem kapunk a motorvezérlőhöz bekötési rajzot, mint ahogy én sem kaptam, mivel csak a motorvezérlő érkezett, illetve hozzá a kijelző, akkor érdemes megnézni ott, ahol rendeltük. Szokott néha lenni valamilyen fénygép, amelyik mellé odaírják, vagy valami hasonló, de ha ez egyik sincs hozzá, akkor azért eléggé bent vagyunk a rengetegbe. Ez esetben ugyan bekötési ábra nincs hozzá, viszont mindegyik csatlakozón vannak feliratok, meg vannak címkézve, így könnyű kideríteni, hogy melyik mire való. Ahhoz, hogy ezeket bekössük, nézzük először is a fékrendszert. Fékből létezik low brake típusú és high brake típusú. A kettő között az a különbség, hogy a low brake esetén, amilyen ez is, két vezeték megy, mindjárt meg is keresem valahol, igen. Két vezeték megy a fékkarba, és a fékkar meghúzásakor ez a két vezeték záródik. Ebből tudja a motorvezérlő, hogy a fék be van húzva. Ilyenkor lekapcsolja a motort, és akkor nem dolgozik a fék a motor ellen. Ezt be is lehet kötni mindjárt, ha megtalálom azt a vezetéket, amelyik esetemben a sárga fekete. Mivel úgy van tervezve, hogy ilyen motorkontrollerek működjenek vele, ezért a csatlakozók többnyire meg szoktak egyezni, tehát össze lehet csak simán dugni, nem olyan, hogy két azonos fajtát kapunk az egyik oldalon, és nem lehet, vagy csak a két oldalon, és nem lehet összedugni. Így túl nagy problémát nem okoz az, hogy csatlakoztassuk a helyére. A fékrendszerhez hozzátartozik még egy féklámpa is, amelynek valahol kell lennie egy vezetékének. Ez az. A féklámpa az csupán két vezeték, amelyet rá kell kötni a féklámpára, amely itt a kék-fehér, itt jön hátulról. Ha ezt csatlakoztatom, a fék meghúzásával, amit ugyebár az előző két vezeték miatt érzékel, bekapcsolja a féklámpát és világít hátul.
Másik vezetékként találunk itt még egy másik L-Brake nevezetű vezetéket, aminél pontosan nem tudom, hogy miért van jelen pillanatban három vezetékünk. Gyanítom, hogy ez low és high brake-ként is használható, ezért van egy piros és egy fekete is, aztán valamelyiket visszahozza a fehéren. Ezt most nem szeretném használni. Van itt még egy throttle érzékelőnek a csatlakozója, ez lenne a gázkar, ha külön lenne hozzá a gázkar. Erre nekünk nincs szükségünk, mivel ugyebár bele van építve a gázkarunk ebbe a kijelzőbe, így ennek a csatlakozója fogja majd ezt a vezérlést megoldani. Ez a csatlakozó az egyedüli, amelyben 5 vezeték van. Ha keressünk egy ilyet, akkor a motorvezérlőn is találunk egy olyat, amelybe beleillik. Ezt a kettőt csatlakoztatva, elméletileg már is gyújthatnánk a motort. Ezen a rolleren ugye van ez a kulcsos történet, amelyet mondtam, hogy annyira nem indokolt, hogy rajta legyen, de azért ott van. Hát ha meg rajta van, akkor ott hagyom. Ennek a vezetéke egyébként ez a három vezetékes. Azért megy hozzá három vezeték, mivel van rajta egy piros és egy zöld, amelynél, hát meg nem mondom melyik, de valószínű, hogy a piros megy oda, a zöld pedig jön visszafelé. Azaz, amelyiket megszakítja a kulcs, még kell hozzá egy fekete is, mivel a kulcson van ugyebár feszültségmérés, és ahhoz kell egy pozitív és egy negatív ág is, hogy tudja mérni. Illetve egy GND és egy pozitív ág. Ha ezt be szeretném kötni a rendszerbe, akkor ennél el kéne vágnom a piros vezetéket, ezt kéne megszakítani a kulcsnak, még a fekete vezetékből egy leágazást kéne csinálnom, hogy tudja mérni a feszültséget. Egyelőre ezzel nem foglalkozom, mivel az a lényeg, hogy működjen ez az egész, aztán majd belekötöm, hogyha esetleg úgy adja a helyzet. Ezeken kívül van itt még egy simán kivezetett tápfeszültségünk, ez a lámpa és a dudához szolgál, amit jelen pillanatban vagy máshogy szeretnék bekötni. De egyébként, ha úgy használnám, mint régen, akkor csak rákötöm arra a vezetékre, ahol a korábbi vezérlőnek is volt a plusz-minusza, és simán működne rajta a lámpa is és a duda is, ugyanúgy azzal a plusz kapcsolóval, ahogy eddig. Látható, hogy itt található még egy vezeték rajta. Igaz, hogy az előzőnél is két csatlakozó volt, de ugye egy 3-as és egy 2-es. Ez esetben viszont egy 5-ös és egy 2-es csatlakozónk van. Ez a 2-es csatlakozó pedig teljesen független, úgymond, ettől a részétől. Ez a lámpakapcsoló. Mivel a korábbi esetben már mutattam, hogy van lámpakapcsoló magán ezen a kijelzőn is, mégis egy külön gombot használunk a duda és a lámpakapcsolására. Ez esetben ezt megoldja nekünk. Annyit kell tenni, hogy nem a sima plusz-minuszt, vagy illetve a GND-t és a pluszt kötjük rá a kapcsolóra, hanem ezt a már kapcsolt feszültséget. Jelen helyzetben, ha ezt a lámpa vezetéket használnám fel ahhoz, a lámpakapcsoló vezetékét, hogy megtápláljam vele mind a lámpát, mind pedig a dudát, akkor csak akkor működne mind a kettő, illetve a duda akkor működne, hogyha a kijelzőn be lenne kapcsolva a lámpát pedig ekkor tudnánk csak felkapcsolni egy második lépcsős kapcsolóként a mechanikus kapcsolóval. Ez így nem jó, mert minek legyen két lépcsős kapcsoló egy lámpán, teljesen felesleges. Ezért úgy kell megcsinálnom, hogy a lámpa erről kapja a tápot, még a duda erről a folyamatos 36 voltosról. Ehhez viszont kicsit szét kell ezt bontani. Ennek a kötése nagyjából úgy néz ki, hogy két vezetéken keresztül megy a hátsó lámpához az áram, két másik vezetéken keresztül, illetve itt három is van, mivel a duda ugyanarra megy az első lámpába a vezeték, ez pedig a kapcsoló. A kapcsolót szeretném teljesen kiiktatni belőle, mivel semmi szükség rá, hogy két lépcsős legyen, és egy későbbi fejlesztési lehetőségnek ott maradt, hogy az legyen mondjuk az országúti fényszóró. De jelen esetben kikötöm, mert nincs rá szükség. A GND, vagyis a test, az egész motoron belül közös. Tehát azzal nem kell foglalkoznom, az úgyis eljut mindenhova, vagyis ebben a vezetékben a GND ugyanaz, mint ebben. Egyedül annyit kell tennem, hogy itt a lámpának a visszajövő vezetékéből, ami ez esetben a sárga, még a másik oldalán a teljesen logikusan a kék. Ezt a kék vezetéket innét ki kell operálnom, innét, és a kék vezetéket kell összekötnöm ennek a vezetéknek a barnájával. Miután sikerült kioperálnom ezt az egy vezetéket a csatlakozóból, valamilyen módon össze kell kötni ezzel. Sajnos mind a kettő fele úgymond nőstény, tehát ezt összedugni nem nagyon lehet. Kellene közé egy kis tüske. Hát ezt a tüskét most éppenséggel egy darab csupasz rézvezetékkel fogom megoldani. Ehhez ide ráhúzok szépen egy darab zsugorcsövet, és mintha csak benne lenne a csatlakozóban, ide belecsatlakoztatom ezt a vezetéket.
mivel biztosra akarok menni, ezért még egy tekerést is teszek itt a nyaka körül. Majd rákerülhet szépen a zsugorcső. A hosszával egy picit le kell csípni. Tegy! Majd mehetne bele ebbe, de mivel az egészet valaminek egybe kell tartania, kerül majd rá még egy zsugorcső. Azt már korábban kimértem, hogy a barna a pozitív, még a fehér a GND, ezért a barnával kell összekötnem ezt a vezetéket. A lámpa kapcsolóba előre menő pozitív vezetéket akár el is vághatnám, mert szükség már nincs rá, de útban sincs. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy jó helyen van. Viszont ezt a csatlakozót vissza kell csatlakoztatni oda, amely megy fel a kapcsolóhoz. Vagyis ide. Illetve a régi csatlakozót, amelyből megkapja a Duda a pluszt, illetve az összes minden a GND-t, azt pedig ide. Most már, ha minden jól megy, úgy működik, hogy innét megkapja egyszerre 36 voltot és a GND-t minden, már úgy értem a GND-t minden, a 36 voltot pedig csak a Duda, illetve a Duda kapcsolója, majd azon keresztül a Duda. A kapcsolatot pedig, ami a kapcsolat 36 volt a kijelzőből, az pedig csupán direktben belemegy a lámpákba. Legalábbis, ha mindent jól kötöttem. Lassan már teljesen készen is van, viszont nem beszéltem még itt néhány vezetékről. Van egy kis csatlakozónk, amelyet sok helyre nem lehet dugni, ez ugyebár a töltői, ez direktben az akura csatlakozik, ami rá is kerülhet. Így. Most már tölteni tudnánk az akut, de még nem működik. Ehhez szükség van erre az XT60-as csatlakozóra, melynek megvan a párja is a másik oldalon. Összedugjuk, és már működhet is. Arra azért mindenféleképpen érdemes figyelni, hogy a kerék az jelen pillanatban lent van az asztalon. És hogyha összedugjuk, és például a motor vezérlő akár hibásan működik, és rögtön megindítja a motort, akkor ez a roller bizonyíti, le fog szaladni. Úgyhogy érdemes, mondjuk egy festékes dobozt, aládugni ide a hátsó része alá, valahogy így, hogy a hátsó kerék szépen a levegőben legyen, és hogyha megindul, akkor se történik vele semmi komoly probléma, mivel csak a levegőben fog forogni. Így pedig már bátran összemerem dugni ezt az XT60-as csatlakozót, és reménykedek abba, hogy se szikra nem lesz, se füst. Egy pici pukkanás hallatszott benne, és egy nagyon minimális szikra látható lett volna, hogyha nem lenne itt ilyen erős lámpa. Ez azért van, mivel a motorvezérlőben van egy kondenzátor. Az az ominózus kondenzátor, amit az előző motorvezérlő esetében sikeresen rásütöttem valahova ide a nyomtatott áramkörre. Ez ebben az esetben, mivel új a motorvezérlő, ki van sütve, vagyis hát le van merülve. Az első csatlakozásnál pedig ez töltődik fel. Egy vezeték még van, amiről nem beszéltem, illetve kettő, ez a két fehér. Mert egy kis címkére az van írva, hogy learning. Ezek ugyanis a self-learning vezetékei, amelyek az öntanulás, vagy hogy lehet ezt magyarul megfogalmazni. Ha ez a két vezeték össze van csatolva, akkor a vezérlő tanulás funkcióban van. Vagyis ha így kapcsoljuk be, és így indítjuk el a motort, akkor feltérképezi, hogy milyen a motornak a belső felépítése, és tudni fogja, hogy milyen módon kell neki ezt vezérelni. Ha nem tudjuk pontosan, hogy milyen motor van a járművünkben, akkor mindenféleképpen érdemes olyan vezérlőt választani, amelynek van ilyen self-learning funkciója, mivel így sokkal könnyebb a beállítás. Ha ez csatlakoztatva van, akkor különösképpen fontos ez az alátámasztás, hogy a kerék szabadon tudjon forogni. Mivel, hogyha ezek után a bekapcsoló szervvel bekapcsolom. A motor már is elkezd forogni. És mint látható, pont rossz irányban, mivel hátrafelé venne így a roller. Ekkor nincs más dolgunk, mint ezt az öntanuló vezetéket széthúzni, ekkor megáll a motor, majd ha újra csatlakoztatom, akkor megindul, viszont a másik irányba, így már jó felé forog. Ilyenkor ismételten szét kell húzni, és a motor megtanulta, illetve a vezérlő megtanulta, hogy a motort hogy kell kezelni. Ettől kezdve ezekkel a tanuló vezetékekkel nem is kell foglalkoznunk, mert a motorunk tulajdonképpen készen van. Az még azért hátra van, hogy ez a kütyű felkerüljön a kormányra, mert hát innét nem nagyon lehet használni.
Ha ilyenkor így módon szépen megindul a motor, akkor vélhetőleg mindent jó helyre kötöttünk, és tulajdonképpen készen is vagyunk. Persze azt még nem próbáltam ki, hogy a lámpák meg a duda meg hasonlók működnek-e, de egyelőre elméletileg mehetünk vele. Ezt kipróbálhatjuk úgy, hogy ha bekapcsoljuk, természetesen a vezetékeket többet nem dugjuk össze, bekapcsoljuk így a vezérlőt, majd meghúzzuk a gázkart és megnézzük, hogy mi történik. A motor gyönyörű szépen megindul és jó irányban forog. Persze érdemes előbb ezt is beállítani, ugyebár belelépünk a titkos beállítások funkcióba, és itt beállítunk minden olyat, ami szükséges, a kerékméretet, a sebességkorlátozást és hasonló dolgokat, amelyeket most itt nem szeretnék taglalni, de van róla egy szép leírás, ez már nem olyan, mint ami korábban volt rajta, ezt mind meg lehet találni a neten, teszek egy linket a leírásba, megtaláljátok ott. Egy minimális angol tudással ki lehet silabizálni azt, hogy mégis mit kell beállítani rajta és milyen módon, ezeket beállítjátok, és innentől kezdve lehet használni. Ha pedig ez megvan, akkor már nincs más dolgunk, mint ezt felszerelni a kormányra, mert hát jó lenne, hogyha ezzel tudnám működtetni megfelelő módon, és nem kéne közben a másik kezemmel tartani. Úgyhogy most össze kell pattintani a rollert, és ideje elmenni egy tesztkörre. Nos, hát az utolsó felvétel azért kamu volt, 99-el nem mentem. De valamennyivel sikerült felgyorsítani azáltal, hogy ki lett benne cserélve a motorvezérlő. A motor... igazából nem melegszik jobban, mint előtte. Úgyhogy ennyit még kibír. Bár itt lent a vázon azt is írja, hogy 400 watt teljesítményű motor van benne, ezért a 350-es motorvezérlőtől a 400-as nem olyan sokkal van messzebb, és hogyha ilyen benne a motor, akkor stimmel hozzá ez a 400 wattos motorvezérlő. Így ez a csere nevezhető sikeresnek, mivel picit gyorsabban megy, mondjuk 30 körül tud menni 25 helyett,
ez még egy elfogadható sebesség, így még nyugodtan lehet menni az úton, és nem nincs az embernek halálfélelme. Kicsit jobban húz, jobban ránt, mint ezelőtt, úgyhogy ha meghúzza az ember a gázkart, akkor egy picit azért megugrik a lába alatt, illetve van benne még egy funkció, ez pedig szerintem a visszatöltés. A fékezéskor nem csak a féket használja fékezésre, hanem a motort is elkezdi használni, és ugye a motor is, van egy gyakorlatilag egy motorfék van benne. Úgyhogy ennyivel lett fejlesztve ez a kis moci, illetve a lámpái, mint ahogy mondtam is, többet nem a mechanikus kapcsolóval vannak megoldva, hanem innét lehet kibekapcsolni őket a kijelzőről. Ami a fokozatokat illeti, egy plusz nulla fokozattal még el lett látva, ez azt jelenti, hogy lett egy üres is rajta. Ami pontosan nem tudom, hogy mire jó, olyankor talán nem mondjuk arra jó, hogy meg lehet mérni, hogy az ember milyen gyorsan tudja magát rugdosva vagy lögdösve, milyen gyorsan tud haladni a rollerrel, mert nullában egyáltalán nem működik a gázkar, nem történik semmi. Viszont lámpák van, minden más működik, csak a gázkar nem. Úgyhogy ez egy ilyen kis gyors tuningolása volt ennek az Eliglide robogónak, most nem megyek vele gyepre és mindenfelé, hogy vágódjak párat, mert nem szeretném összezöldíteni a szép kis bőrkabátom. De azért köszönöm, hogy ezúttal is itt voltatok. Ha még nem tettétek meg, és úgy tartja kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok! Thank you.